Adó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Kistereki Hanna, az UVSE olimpiai negyedik helyezett vízilabdázója. Szervusz, üdvözöllek! Szia! Mi ezt már korábban megbeszéltük, hogy ma találkozunk, időközben történt egy érdekes dolog veled. Egy bajnoki mérkőzésen 12 gólt szereztél. Na most egyes hírforrások szerint ez nagyon ritka, hogy valaki egy bajnoki mérkőzésen, és egy felnőtt országos bajnoki mérkőzésről beszélünk, tehát nem egy junior vagy ifjúsági, ugye, 12 gólt szerezzen. Esetleg te vagy most a legtöbb gólt dobó, vagy volt már erre példa, hogy valaki ezt megdobta? Utána néztél ennek? Nem néztem utána, azt mondták nekem, hogy még nem volt ilyen. Legalábbis nem tudom, hogy arra gondoltak, hogy ebben a bajnokságban, tehát lehet, hogy már régebben volt, de ebben a bajnokságban biztos, hogy én vagyok az első, tehát ebben az évben. Ki volt az áldozat? Honvéd. Honvéd, szegény Honvéd. Mennyi lett ott az eredmény? 26-4-re nyertünk, úgyhogy... Tehát azt olvastam, hogy gólhelyzetben is passzolt, tehát nem arra törekedtél, hogy mindenáron csak te szerezzél gólt, igaz nem ez? Nem feltétlenül törekedtem arra, hogy csak én szerezzek gólt, nagyon sok megúszás volt, és emiatt ugye én kerültem legtöbbször helyzetbe, mert ugye szélső vagyok, tehát én érek föl először. Persze passzoltam, amikor a másik oldalon volt helyzet, tehát nem törekedtem arra, hogy plusz egy, plusz egy. Az 5 métereseket én lőttem, abból is volt 7 darab, tehát mondjuk 7-ből 6-ot belőttem, úgyhogy az végül is a fele. Egy biztos, hogy a Magyar Vízilabda Bajnokság történetében beírtad a neved ezzel, ugye? Hát igen, remélem. Mondjuk ezzel a névvel, nem is tudom, illik, vagy... Nem nehéz, ugye van egy Kistereki Dóra, és ugye volt egy Orsi is, tehát ugye mindenki vízilabdázik, aki lány a családból. Igen, így nehezebb kitűnni, hogy már előttem ketten is, tehát... Na, sikerült, nem? Hát remélem, Dóra mit mondott? Hát felhívtam meccs után, és mondtam, hogy 12 gólt lőttem, és nagyon nevetett, azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, azt mondta, hogy tényleg... Utána este még rámentünk ugye a weboldalra, és megnéztük, és tényleg annyit... Akkor lekörözted a tesót. Igen. Ez nem lesz egyszerű a Dórát lekörözni, ugye? Hát az biztos, igen. Ő nagyon jól vízilabdázik? Nagyon jól fekszik neki a víz? Tehát oda való? Hát ő nagyon, ő 15 évesen már válogatott volt, tehát igazából tőle nagyon sokat tudok tanulni, és nagyon sokat is segít nekem, hogy mit, hogy kéne a vízben. Úgyhogy együtt készülünk ugye a válogatottal, és az edzésen is nagyon nagy erőt ad, hogy ott van mellettem. Ő jobb, mint te? Hát ezt persze tapasztalat szempontjából biztosan jobb. Tehetség szempontjából ő tehetségesebb volt, vagy te is tehetséges voltál? Te azt is mondták, hogy én is tehetséges voltam. Tehát mind a ketten. Úgyhogy... Te mikor lettél először válogatott? Én 2009-ben lettem felnőtt válogatott, előtte pedig a junior válogatottban végig benne voltam. Igen. Úgyhogy... Akkor végig. Egyenes volt? Tehát könnyű volt bekerülni neked is a válogatottba? Vagy... A junior válogatottba könnyű volt bekerülni, ott hát azt nem mondom, hogy könnyű volt, de tehát azért jó játékosnak számítottam. Utána ugye, amint véget ért a junior, jött ugye a felnőtt, de már előtte 2 évvel én be voltam hívva a felnőtt válogatott keretbe, tehát a nagy keretbe. Ugye hát a nagy idősekkel nagyon nehéz volt. Hány éves voltál? Akkor voltam 17-18 éves, amikor így először ott voltam velük. Ez így csókolom? Igen, persze. És utána pedig egy évre rá már az Európa-bajnokságon ott voltam velük. 2011-ben volt egy junior világbajnokság még, ott helyezést értünk el, és abban az évben sajnos nem jutottam ki a felnőtt világbajnokságra. De utána ugye már jött egy EB 2012-ben, és az olimpia ott meg mind a kettőn ott voltam. Ott voltál az olimpián. Ennek ellenére néztem valamelyik nap egy beszélgetést veled, ahol azt tűnt ki, hogy egyáltalán nem biztos a helyed a válogatottban, vagy legalábbis te így érzed, így gondolod, hogy... Én
nem mondanám azt, hogy nem biztos. Én mindig azt mondom, hogy semmi sem biztos, majd amikor már ott leszünk az Európa-bajnokságon, és ott állok a 13 ember között, akkor biztos, hogy ott vagyok. Nagyon sok minden történhet addig. És persze be kell küzdeni az embernek a csapatban magát, tehát azért nem úgy működik, hogy biztos a helyem. Tehát annyi jó lány van, hogy be kell küzdeni? Igen, most szerintem vagyunk egy 20-21-en, akik elég erősek, és bárki bekerülhet abba a 13-ba. Persze vannak, akik ugye nyilván már régebb óta ott vannak, ők valószínűleg biztos helyük van, ha nem történik semmi. Mi kell ahhoz, hogy neked biztos helyed legyen? 24 gól egy bajnoki mérkőzésen? Hát az, hogy minden edzésen oda tegyem magam, jól játszok a bajnokikon, és a bármilyen válogatott meccsen bebizonyítsam, és ott is ugye jól játszok. Tehát nem csak a klubban kell ugye teljesíteni, hanem a válogatott edzéseken és a meccseken is. Ez mit jelent edzéseken, és hogy keményen harcoltok is? Persze, persze, igen. Gyakorlásnál is. Lökitek egymást, stb. Minden, ami hát kell. Persze, hát foltjátok is egymást. Be kell kerülni a csapatba, persze vigyázunk azért egymásra nyilvánvalóan, tehát csak... Neked nehezebb vagy könnyebb, hogy ott van a Dóra a válogatottban? Hát még ilyen hosszabb felkészülésünk nem volt együtt, de egyelőre nekem könnyebb. Tehát az, hogy lemegyek edzése, és ott van a testvérem, az nekem egy baromi nagy erőt ad. Tehát ez... Sokat segít? Igen, segít, segít. Miben elsősorban? Hát bármiben, bármilyen gyakorlásnál ott vagyunk, mindig mondja, hogy esetleg elrontok valamit, akkor rögtön mondja, hogy hogy kellett volna csinálni. Erőt adunk egymásnak, tehát például egy erős úszásnál egymásra nézünk, és már kapok egy plusz energiát, meg ő is. Úgyhogy ebben segítünk egymásnak, és ő meg pluszban még segít nekem. Tanácsokat ad, hogy mit, hogy csinálj, hogy még jobb legyél, úgyhogy... Igen, igen. Próbálik adni tanácsokat. Nem néztem utána, volt már olyan felnőtt világverseny, ahol együtt voltatok vízben? Igen, a 2010-es Európa-bajnokságot, 5-ek lettünk Zágrábban. Hát ott ugye még nagyon fiatal voltam, tehát nem... Akkor sor végén voltál, ugye ezt lehet mondani? Igen, hát persze, igen, de örültem, hogy ott lehetek. Akkor inkább próbáltam őt támogatni, hogy minél jobban játszon. Ugye te vezeted a hazai góllövő bajnokságot. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy itthon te vagy a legjobb? Szerintem ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy itthon én vagyok a legjobb. Éppenséggel most ebben a csapatban én vettem át a góllövés szerepét. Ugye körülöttem csupa fiatalok vannak, tehát próbálom őket segíteni, és ugye téthelyzetekben már próbálom felvenni azt a szerepet, hogy nekem kell belőni azt a gólt. És ezért ugye nyilván több gólt lövök egy meccsen. Igen, így is lehet fogni, de úgyis, hogyha meg sok öreg rutinos róka van melletted, ők meg jobban tudnak jobb helyzetbe hozni. Mert így neked kell minden megoldani végül is akkor, mert fiatalokkal vagy körbevéve, akik ugye rád támaszkodnak. Persze, igen. Egy idősebb van, ugye a Tóth Andrea, ő is világbajnok lett 2005-ben, tehát... Hát még ő van mellettem idősebb, de hát persze nem tagadom, azért jól megy ebben az évben a játék, úgyhogy ennek lehet, külön. Hogy így lehet igazából fejlődni, hogy a fiatalon már mégis te vagy a banda vezér? Hát most sokat fejlődtem ebben az évben, az biztos, úgyhogy valószínűleg ez is sokat segített, de hát az is, hogy klubot váltottam, ami azért... Miért hagytad ott a BVSC-t, ha már itt tartunk? Ugye Ács Bertalan, aki most az UVS-ében az edzőm, már régebben volt az edzőm, amikor ifjúsági bajnokságokban játszottam, és ugyanúgy megbízom mind a kettőjüknek a munkájában, tehát a Petrovics Mátyás is neki a munkájában is megbízom, de éreztem, hogy kell nekem egy váltás, mert nem voltam ott ugye a világbajnokságon nyáron, ugye volt egy térdsérülésem, és ugye csak az Univerziádéra jutottam ki emiatt, mert ugye nem volt annyi időm, hogy felvegyem a ritmust, ott ugye másodikok lettünk, és úgy éreztem, hogy kell egy váltás, nekem egy plusz energia. Akkor 2014-től egy új időszámítás kezdődik a Hanna életében? Hát remélem, hogy igen. Mert most ugye ezek azt jelzik, hogy jól megy a játék, ugye csapat, új csapat, jól megy a játék, 12 gólt lőtt egy bajnoki meccsen, akkor most már csak a válogatottban kellene parádézni. Igen. Most voltatok Görögországban.
ahol ugye egy kellemetlen vereségbe szaladtatok bele. Mi volt a gond? Hát a gond az az volt, hogy ugye nagyon-nagyon keveset tudunk együtt készülni a csapattal, tehát 9 játékos játszik külföldön. Szinte nem is lehet összehozni, tehát azt, hogy együtt készüljünk egy 2 napot. Tehát most véletlenül valahogy 3 napot tudtunk együtt készülni, most vasárnap, hétfőked. De ez is egy óriási dolog volt. Tehát az a baj, hogy ameddig nem tudunk 2 hetente legalább találkozni, ugye taktikát gyakorolni, együtt edzeni, addig sajnos ez lesz az eredménye. Ezért mondjuk egy világverseny előtt persze 6-8 heteket együtt készülünk, és ez meg is látszik a csapaton. Tehát így nagyon nehéz volt Görögországban, volt, aki egy nappal a meccs előtt érkezett oda, egy másik országból. Tehát magyarul, hogy szokták mondani, futballberkekben azért strandról nem lehet oda menni egy mérkőzésre azért. Úgyhogy így nehéz volt. 3 lány és egy fiú, ugye? Igen. Így áll a család. Minden 3 lány ugye vízilabdázott, és a fiú? Ő focizott egy ideig, és utána pedig elkezdte a főiskolát, és akkor abba hagyta. Ő nem is akart vízilabdázni. Tessék? Ő nem is akart vízilabdázni? Ő nem akart. Igazából szerintem neki tényleg a foci volt az ugye apu miatt, hogy... Igen. De nem jött. Vagy nem. Tehetség volt, de inkább ő mást választott? Inkább ő más pályán szeretett volna érvényesülni, mint a sportban. Mikor összejön a család, vízilabdáztok, vagy futballoztok? Megpróbáljuk azt, hogy egyiket se, de persze nem szokott összejönni. Mindkettőt. Jó, akkor mi jön össze? Igen. A vízilabdáról nagyon sokat beszélünk, ugye? Nyilvánvalóan a Dóri meg én miattam is. És fociról is, ugye, de hát az inkább a fiú térfél, és a lány térfél meg beszélget a vízilabdáról. Apukád mennyire mélyed bele a vízilabdázás rejtelmeibe? Mennyire tud tanácsot adni, vagy nem ad? Ő olyan tanácsokat szeret, vagy szokott adni, ami nem feltétlenül, hogy a vízben mit csináljak, hanem hogy hogyan álljak hozzá bizonyos dolgokhoz, ami nekem mondjuk nagyon sokat segít. Ő ilyen tanácsokat szokott inkább adni. Minden meccsen ott van, de inkább mint szülő, mint... Tehát nem szokott utána. Persze mondja, hogy miért hagytam ki azt a helyzetet, stb. De amúgy nem kiabál be meg meccseken. Végig csendben, nyugodt, fegyelmezetten végignézi. Igen, megnézi, és utána persze van vélemény, de hát az hol nincs. Úgyhogy... Van úgy, hogy nem értetek egyet? Nem, én inkább meg szoktam hallgatni, mert általában igaza van. Ezt meg kellett tanulnom az évek során, hogy legtöbbször neki van igaza, úgyhogy nem szoktunk ezeken így összeveszni. Egyébként milyen lány voltál? Kicsit félénk, vagy éppen erőszakos? Milyen volt a egyénisége gyerekkorban? Hát az erőszakosnak nem mondanám, inkább egy kicsit hiperaktív voltam. Ugye nagyon szerettem edzésekre járni. Úgyhogy, hát meg mentem a nővéreim után. Muszáj volt egyébként? Vagy te akartad? Edzésre járni nem volt muszáj. Úsztam ugye a vízilabda előtt, azt nem annyira szerettem, tehát azért is váltottam. Oda nem szerettem járni. Oda menned kellett úszni? Hát ugye megtanulni azt meg kellett, de egy ideig szerettem, de amikor beindult az, hogy reggel 6-ra kell járni edzésre és faltól falig úszni, én azt nagyon nem bírtam egyszerűen, nem tudom, hogy miért, és amint átkerültem abba a közegbe, ahol labda is volt, az egyszerűen imádtam, tehát az sokkal jobb. De akkor már a 2 nővére, mert Orcsa is ugye korábban vízilabdázott, ő már abba hagyta, akkor már játszottak, vízilabdáztak, ugye? Akkor ők már mindketten vízilabdáztak, nyilván azért váltottam én volt is, igen. A váltás akkor. Egy igazi vízilabda dinasztia lett a kis teleki család. És akkor elég jól megy akkor nektek. Igen, mondhatjuk, hogy igen. De hát akkor lennél majd igazán boldog, hogyha a budapesti Európa-bajnokságban, hogy júliusban ott lennél a csapatban is. Hát igen, azt nagyon-nagyon szeretném, mindent meg fogok érte tenni, hogy ott legyek, a nővéremmel együtt. Most még ugye még lesz egy-két világliga selejtező. Ahogy mondtad, ezeknek meg igazából nincs tétjük, ugye? De olyan szempontból gondolom van, hogy azért nem mindegy, hogy
milyen formát mutattok Merész Andrásnak. Persze, és az is ugye nagyon fontos, hogy egy meccsen tudunk gyakorolni különböző helyzeteket, és ugye például az olasz meccs előtt fogunk 4-5 napot velük együtt edzőtáborozni, tehát akkor mondjuk az egy jó felkészülés a csapatnak. Olyan dolgokat tudunk gyakorolni, amit az EB előtt már vagy nem lenne rá idő, vagy már akkor azt nem kell megcsinálni előtte, hanem már onnan el tudjuk kezdeni. Azért gondolom lélekben úgy készülsz, hogy ott leszel a budapesti EB. Persze, úgy készülök, igen. Mi a csapattal az elvárás? Hát nyilván itthoni Európa-bajnokság, mindenki szeretne. Ti mit éreztek? Szurkolók? Azt szeretnénk ugye nyilván, hogy a legeslegjobb eredményt hozzuk. Ugye erről nem szoktunk persze beszélni, hogy most akkor mi elsők leszünk, mert az én például nem szeretek ilyet kimondani, hanem majd úgy is hozza a meccsek hozzák az eredményt. Hát nehéz lesz, mert ugye nagyon-nagyon sokan lesznek kint egy meccsen. Ezt kell majd valahogy kizárni, és ugye mondjuk a meccs végén meg ennek is örülni. Tehát mondjuk ebből erőt meríteni, aha, viszont azt, hogy ne vonjál az ember figyelmét, hogy most itthon vagyunk, és ne legyen egy görcs bennünk, hogy ennyi szurkoló kint van, és elvárásaik vannak felénk. Tehát ezt... Igen. Egyébként egy bajnoki meccsen hány szurkoló van kint? Hát ott nincsen sok, tehát mondjuk... Az mit jelent? Hát egy maximum 500 szurkoló. De hát az nagyon sok, tehát van, hogy mondjuk csak a szülők vannak kint, és még 3-4-en éppen arra tévedtek. Akkor ez nektek főleg, akik itthon játszol, mert aki külföldön gondolom, ott más a viszony, ugye? Vagy ott is hasonló? Szerintem ott sincsenek minden meccsen túl sokan. Persze itthon is vannak olyan meccsek, ahol többen vannak. Tehát mondjuk már a döntőkön ugye sokan vannak. És azért kérdezem, akkor lelkileg majd fel kell készülni a zsúfolt lelátókra? Igen, szerintem arra mindig fel kell készülni. Tehát az olimpián is nagyon sokat készültünk ebben fejben, hogy azt ki kell zárni, és arra kell koncentrálni, hogy a vízben mit kell csinálni. Pszichológus segített? Egy coach segített minket felkészülni. Hát már egészen az Európa-bajnokságtól velünk van. Úgyhogy ő az, aki segít nekünk ezekben a dolgokban. Kling Zoli, hogy az erőnléti edzőtök. Igen. Sokat számít, hogy van egy ilyen kimondottan speciális erőnléti edző a vízlabdában? Igen, sokat számít. Már nagyon sok klubát is vette az ő elméleteit, meg az edzés munkáját. Igen, sokat számít, mert nagyon sokat fejlődtünk fizikálisan, és ez látszik is sok mindenkin. És az, hogy van egy folyamatos munka, tehát nem az van, hogy amikor ott vagyunk, akkor dolgozunk, amúgy meg nem csinálunk semmit, hanem hogy külön a klubban is van nekem egy edzéstávam, amit el kell végeznem. Ő ezt megírta, igen, odaadta, ő ezt megírja, akkor... odaadja, és akkor mire oda kerül az ember, hogy válogatott edzés van, ugyanazon a szinten van. Ha nem vagy ott, akkor tudja, hogy... Persze, akkor igen. Lazítottál. Igen, ezt ő tudja, mert van egy ilyen szerkezetünk, ami ugye méri. Volt már olyan, hogy lebuktál, hogy... Nem volt olyan, én általában azért meg szoktam mindig csinálni. Odafigyelsz rendesen, erre. Igen, igen. Ezzel ne legyen probléma. De ez jó akkor, hogy... Igen. Úgyhogy tényleg jó edzéseket is tart meg. Ez a folyamatos munkásokat számít. Meddig akarsz még itthon vízilabdázni? Hát az olimpiáig biztos. Most azt mondta Merész András szövetségi kapitány, hogy jövőre szeretné itthon látni. Ugye az összes külföldön játszott. Aha. Az, hogy a hazai bajnokságban játszanak, azért, hogy legyen egy folyamatos felkészülés. Ez megoldható? Ezt nem tudom, hogy mennyire megoldható. Ez ugye nyilván a szövetség és a kluboknak a dolga, és nem tudom, hogy meg tudják-e oldani. Nagyon jó lenne tényleg, mert nagyon sokat számít, egy 2-3 nap is, ez 3 napot együtt voltunk, és érzem, hogy ez számított. Tehát az, hogyha 3 hetente legalább 3-4 napot együtt edzenénk, sokat számítana az olimpia előtt. Ha éppen nem vagy a vízben, mit csinálsz? Van-e hobbit, kedvenc időtöltésed? De? Hát nagyon sok, akkor szoktam pihenni éppen két edzés között, és iskolába járni. Hová jársz? BGF-re, pénzügyi és számvitel szakra angol nyelven.
úgyhogy ott is kell teljesítenem, úgyhogy nagy, hát nincs túl sok szabadidőm. Otthon laksz még? Nem, külön lakok. Külön laksz, mert te is akkor. Így jobb akkor. Igen. Akkor nem sok időd van, akkor edzés és tanulás akkor. Edzés, tanulás, igen. Hétvégén, és meg, hétvégén meg bajnoki meccs, ugye? Hétvégén bajnoki, igen. Most ki lesz az áldozat? Most szerdán fogunk játszani a Dunajvárossal, úgyhogy arra nagyon készülünk, mert nagyon fontos lenne jó eredményt elérni. A bajnokságban való ott vagytok egymás? A Dunajváros a negyedik, és mi pedig hát a második, harmadik helyen igen, állunk igen, a Szentessel, ugye? Ugyanannyi pontszámmal. Ahogy hallottam, már az Egert nem lehet befogni, vagy be lehet matematikailag? Be lehet fogni, de ugye nyilván nehéz, akkor ugye minden meccset meg kell nyerni. Úgyhogy... Hát nézd, minden meccsen dobsz 10-12 gólt. Mi az neked? Igen. De ugye az első négyben már benne vagyunk, úgyhogy ez majd ugye a keresztbejátszások lesznek az érdekesek, a döntőbe jutás, ugye igen, meg igen. Stb. Úgyhogy... Eddig is figyeltek rád, vagy most még jobban fognak rád figyelni majd a ellenfél edzői, hogy kit vagy kiket állítsanak Kisteleki Hannára? Szerintem itthon már így is figyeltek rám. Hát az a jobb, hogyha még jobban figyelnek, mert az azt jelenti, hogy valamit jól csinálok. Mi az ember nagyon jó vagy? A vízben? Igen. Hát eléggé gyors vagyok, és ezáltal ugye sokszor megúszom, és ebből tudok gólhelyzeteket kialakítani, úgyhogy szerintem ez az egyik előnyöm, úgyhogy... Mikor az ittszerbe kerülsz, megremegel a kezed. Azt szokták mondani, és futballban is így, meg vízilabdában is, hogy nagyon sok múlik azon, hogy az adott versenyző milyen stressztűrő képességgel bír, mert nagyon sok emberre megremeg a keze vagy a lába egy ilyen nagy óriási ittszernél. Te ezeket hogy szoktad abszolválni? Igen. Megremeg, félsz, jaj, most akkor be kell dobnom, mert illik, olyan helyzet van, vagy nem stresszelsz emiatt? Nem szoktam izgulni egyébként, amikor megúszom, tehát ez nekem egy külön öröm, amikor látom, hogy már megúsztam, jön a labda, és csak azon gondolkozom, hogy ezt be kell lőni, tehát nem, azon nem gondolkozom, hogy mi lesz, hogyha nem, mert akkor nem fog bemenni, az biztos, úgyhogy nem, ezeken én nem szoktam stresszelni, maximum persze, amikor olyan téthelyzet van, hogy X, és van hátra egy perc, és akkor rajta múlik. Persze, akkor biztos egy kicsit nehezebb belőni, de már többször... Ez így végig fut az ember agyán ott akkor is? Ez egy másodperc alatt, igen, hogy éppen, hogy milyen helyzet van. Megkaptam a labdát, meg ennyi van hátra, nekem ez be kell dobni. Igen, az... Improvizálsz, vagy megvan, hogy milyen helyzetekből hová dobod a labdát? Inkább improvizálok, tehát persze vannak ezek az alap lövések, amiket oda kell lőni, tehát az, ami bemegy. De hát, hogyha olyan helyzet van, akkor persze nézem a kapust, nézem a blokkokat, és az szerint lövök. Csavart, ejtések, hogy mennek? Csavart, azt most gyakoroljuk. Ejtés. Hát jobban szeretek lőni, mint ejteni. Igen? De ejteni is tudok, de inkább lövök. És ez a csavar dolog, ez menni fog? Hát reméljük, hogy igen. Hogy érzed? Kézzel neked? Mert nem mindenkinek. Sokat gyakoroljuk ezt most az edzéseken. Úgyhogy remélem, hogy menni fog. Pont ma reggel gyakoroltuk, és azt vettük észre, hogy már jobban ment, mint előző héten, úgyhogy... Akkor minden hát szép, és minden jó. De akkor azt kívánom, hogy a bajnokságban folytasd ott a labba hagytad. Jó, legyen 10 gól, nem muszáj 12-t mindig. És azért akkor, ugye jön márciusban, áprilisban világliga selejtező, ahová mész? Remélem, hogy igen. Még nincs is meg a 13 játékos, de remélem, hogy megyek. És ott is sikerüljön azért minél több gólt szerezned. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. Felejts el, amit